Eitede. Annyira bírom, olyan erős a napsfény, vagy a napsugár. Gyorsan mondom, hogy hány fok van. 19 fok van. Jelen pillanatban itt 5-én vagy 6-án, de figyeld, lemosom az ablakot, és mit csinál a víz? Figyeld. Gőzölög. Egy indulás rakodni. Ez meg közben itt még mutatom a gyorsan a narancs szüretet. Ott hozzák talicskával, oda néz. Most tolja ki az ember a sorokból a narancsot, rakják bele a ládába, és a ládával meg dobják be az autóba, aztán viszik. Nem tudom hova. Nagyon durván jó. Hát, lemaradtam erről a narancsropásról, tele van a talicska narancssal. Na, ilyenkor van a szopás, figyeld. Kapok egy ekkora ládát, és az a probléma vele, hogy csak oldalról tudja a villa targonca megemelni. Innen nem tudja, mert be van falazva az oldala, és keresztben meg nem fér fel. Közben megnézem a címet, hogy... Ja, Belgium. Szóval keresztben nem fér fel, úgyhogy most megoldást kell találni arra, hogy ezt hosszába föl tudják nekem rakni. Tehát valószínűleg másik palettára kell rálakni, hogy úgy tudja majd megfordítani. Una para mí, otra para ti. Okay. Luego tenemos el CMR. Eso, que me lo tienes que firmar, cuñar, uno para mí y otro para ti. ¿Sí? Sí. Y esto para entregar luego allí al... Sí. Este es el mapa para entrar allí. Tal. Oh. ¿Vale? Eso tiene que entregarlo allí y luego... Creo que es el... una garita. Para luego distribuir tal, esto se lo tiene que dar al de la garita para... Vale. Uh-huh. ¿Vale? Vale. Okay. Me firmas este. Gracias, okay. Sí, me... Cuña, que es uno para mí. Okay. Esto sería para usted. ¿Vale? Muchas gracias. A ti.
Hát akkor ezzel meg vagyunk. Ha minden igaz, lepapíroztunk, de még biztos nem lesz egyszerű a lerakás, mert hogy adott mellé egy térképet Bakker Belgiumba. Hát az már milyen felrakón adnak egy térképet, hogy hogy kell leraknom, vagy hol. Hát nem tudom, de hát ez lehet, hogy valami... Na mindjárt nézem, hogy mi ez. Ugyanezt kaptam-e, vagy nem. Terminál, de szerintem valami ízére megyek. Repülőtérre, Bakker, vagy hova tekem be. Kikötő. Bassza meg a kutya. Kikötőbe kell menni. Látod, milyen verőfényes napsütés van? Látod? Na, hát akkor itt hagyom Valenciát, mert hát azért elindulok, most mi a szart csináljak itt, nem? Kicsit mozogni is kell, de mutatom. Ugyanitt vagyok, ahol a múltkor voltam ebbe a dzsumbújba. Emlékeztek? A nagy szemétnél itt szedtem a pálmákat, és gyorsan bekukkantunk ide is. És látod, hogy Szili ismételten szedett pálmát. Ezt most nem mutattam meg a folyamatot. Egy érdekessége volt, vagy izgalma ennek az egésznek. Ott másztam át a bokron, ez ugye levendula, nem levendula, mi ez? Fú, elfelejtettem, bassza meg. Leander sövény, azon átmásztam, és képzeld, hogy kiesett a kulcs a zsebemből, a kihúzta a bokor, de nem vettem észre. Elmentem szedni arra pálmát, meg földet, jövök vissza, ott van a földön a kulcsom. A Bakker, ez mekkora mákogyott maradt mi? Ha nem veszem észre, most halálra kerestem volna magam. Ilyenekre oda kell figyelni. Vegyetek észre. Na, megyek, autózok egyet. Ja, jó reggelt, megfürödtem. Gyerekek. Január 6-a van vízkereszt napja, spanyolországi munkaszüneti nap. Zárva vannak a boltok, itt látszik mellettem is egy Lidl, teljesen zárva van, úgyhogy jó volt Áron kollégámnak a információja, hogy a mai napon ez megtörténik, illetve Németország egyes tartományaiban is zárva vannak a boltok. Na, tudnom kell valami ruhát valamnak. Aztán, hát nagyon kényelmes ez az út. Tarragónában vagyok, Spanyolországban. Hopp, ki kell szállnom gyorsan. Hát mutatom azért a környéket. Jó, Tarragóna, ez itt van a tengerpart mellett. Na, szóval itt van a Lidl, és ilyen nagyon szép kis házak vannak. Mondhatnám azt, hogy gyönyörűek. Ilyen nagyon hangulatos, igazi spanyol napfelkelte, tessék. Tehát ilyen kis spanyolos beütéssel, nagyon közkedvelt turisztikai hely itt a tengerpart mellett. Ott vagyok az árnyékomba, szevasz! Na, láttatok már Lidlit lábát? Gondolom még sose láttatok, nem? Hát, 115 hely van
és kettő lakóautós. Ilyen aranyosak. Na, ja, kell valami ruhát szereznem, ezt becsukom az ajtót, ne legyen már úgy tárva, nyitva, mint a kúvák picsája, azt szokták mondani. Na, gyerekek, meg benézzünk ide, hogy mi van itt. Na, voilà, innen kéne valami kis ruhát szereznem magamnak. Féld, itt van a kapa bekészítve. Ezt a ládát viszem, ha még nem mondtam volna, faszán meg van húzva minden, úgyhogy le van rögzítve, jól áll a palettán, és pálmák ez ideig jól érzik magukat, ahogy nézem. Na, ruha. Ezt kell szednem, ami pólót kéne. Ó, várjál, meg is van a zsákmány. Nagyon élvezem ezt a napsütést. Nem tudom, mennyire látszik, hogy ilyen hihetetlen jó napsütés van, de mindjárt megmutatom még egyszer, ez nagyon élvezetes. Hát, nézd. Hogy süt a nap? Nagyon kemény. Imádom. Imádom a napsütést és a jó időt, a nyarat. És itt ezek kurva spanyolok a tengerpart és a pálmák között azt se tudják, hogy mi az, hogy tél, mi az a mínusz, és tele van a tököm ezért. Jó, mondjuk most otthon is jó idő van. Azt mondják. Na, visszalászok a kuckóba. Azért híves velem. Látod, milyen sportosok a spanyolok? Mindjárt kilátszik egy lánykának a sétája. Ott megy, látod, fülhallgatóval. Kora reggel neki indul, és sétálod. Első a sport, de ilyen környezetben én is lehet, hogy sétálgatnék. Azért a spanyolok is érthetetlenek, szóval munkaszüneti napon is jönnek a Lidlibe vásárolni folyamatosan, úgyhogy zárva van a bolt. Munkaszüneti nap van, tehát ha neki nem kell menni dolgozni, akkor miért gondolja azt, hogy a bolt nyitva van? És az az autó, ami most begurult, nem az első, ez már vagy a tizedik. Jönnek be, van, aki kipattan az autóba, aztán megy nagy vagányán fütyűrészre az ajtóhoz, hogy ő bemegy. Ez nem nyílik az ajtó, azt néz nagy szemekkel, hogy mi a tök van. De nem értem ezeket, hallod. Idióták, hogy mi van? Na, jól nézek ki, nem vagyok kócos, akkor elindulok dolgozni egy kicsit.
Na jó reggelt mindenkinek, hát Silly Geographic beindult itt Franciaországban. Hát ha azt gondolnád, hogy valami nagyon egyszerű élőlényeket láttál most, akkor tévedsz, mert ezek nem egyszerű élőlények. Ez egy ilyen élőlény kompozíció, szimbiózisban élnek itt a dolgok, mégpedig a kék vagy a zöld moszatok, illetve a fonalas gombák együttéléséből és szimbiózisából alakulnak ki a zuzmók. Ugye a gomba az felszívja a vizet az adott környezetből, átadja a moszatnak, a moszat meg ásványi sókat fog visszaadni, vagy ásványi anyagokat ad vissza a gombának, és akkor így élnek ők ketten együtt, nagyon szépen, aranyosan, szeretetben. Hát ők az zuzmók. Na most az van, hogy itt vagyok Franciaországban, egy erdő közepén aludtam, és innen 16-20 kilométerre van egy vár, ami arról jellegzetes, és az a vonzó benne, hogy a vár az úgy épül, és most épül jelen pillanatban, hogy úgy csinálják olyan eszközökkel és olyan technikával, mint a középkorban, amikor építették a várakat, tehát nincs gép, nincsen daru, nincs betonkeverő, semmi sincs, mindent kézzel csinálnak, így épül a vár. Most egy bibi van, lehet, hogy zárva van, itt télen, megpróbálok oda menni, megnézni, aztán majd kiderül, hogy sikerrel jártam-e így januárban. Jó? Hát igen, az én szerencsém természetesen zárva van a vár. Na mindegy, megpróbálom egy kicsit a drónt, akkor megreptetem legalább a vár fölé, hogy lássuk, miről van szó. Áprilisban nyit ki, télen zárva van. Besz a behu!
Ja, hát jobb lett volna itt április-május környékén variálni, akkor többet látna az ember, de hát most segítségül hívtuk a drón Pistit, és akkor bereptettük, láttuk akkor, hogy hogy néz ki ez az építkezés, bár azt nem látjuk, hogy hogy csinálják, mert nyilván ez a látványosság ebben, hogy bejössz ide, akkor látod, hogy az emberek hogy húzzák, vonják a téglát szerszámok nélkül, mármint ilyen modern eszközök nélkül. Úgyhogy így néz ki ez a vár. Gyorsan annyival tartozom, hogy elmondjam, hogy hol vagyok, vagy mi ez, ezt meg kell néznem, mert így fejből nem vágom. Na szóval akkor a városka neve, vagy ez a, hát nem is tudom, hogy város, nem város, Guédelon, oda ki van írva, Guédelon, ezt kell keresni, Guédelon, na, jó? Hát többször nem mondom el, ide írom, Guédelon, így keresétek, helyre jártok, Franciaországban, jó? Keresetek rá, mentsétek el, meglátogatni szánt helyet, és ha esetleg erre vedd benneteket az élet, akkor álljatok meg, és legyen olyan szerencsétek, hogy legyen nyitva, és akkor nézzétek meg ezt a kis várat, amit kézzel építenek, de ha egyszer nyáron erre jövök, akkor is meg fogok állni, és megnézem, hogy hogy lapátolják a sarat itt a franciák. Na, amúgy különben nagyon kulturált a dolog, mert hogy jöhetsz elektromos autóval, mert hogy vannak töltők kihelyezve, illetve nagyon nagy parkoló van itt hátul, amit látszik, tehát lehet személyautóval, furgonnal, mindenhol meg lehet állni, úgyhogy szuper kis hely lehet ez egy kis kirándulásra. Hát ennyi, akkor innen Franciaországból, Guédelonból megyek tovább, még van 580 km Belgiumig. Szombat van, talán valahogy kibírom. Kicsit megyek ma, meg hónap is, azt ott is vagyok. Na jó van, ábelebeli, ibidi, ábele. Na hát egy pár kilométert elautózva megint megálltam egy malomnál, és a malomnak az a neve, gyorsan ezt puskázom, Moulin de Migé. Érdekes épp különben, hogy a térképen ugye lehet nézni fotókat róla, és van fönt egy fotó, amit egy magyar fiú rakott fel. Nincsen név hozzá rendelve, de magyar furgonos, az látszik, és egy telefonszámban megadva. Úgyhogy így van regisztrálva egy telefonszámmal. Hát azért kifotózom és megmutatom. Érdekes, tök jó, kettő. Mikor volt itt? Mindjárt nézem. 4 éve csinálta itt a fotókat. Na, szóval ez a malom, amúgy egy kiszállok, fúj a szél, bocsánat. Szóval a malom maga az... Nem kértek bugyit? Vannak jó minőségű bugyik, melltartók. Kiestek a kukába. Mutatom akkor, amiért megálltam. A malom. Itt a malom a teljes valóságában. Így néz ki. Ez egy múzeum lenne, de hát körülbelül ekkora rakat van rajta. Tehát be van zárva, pedig az van kiírva, hogy 0-24 órás. Mondjuk nem tudom, ez csak egy ilyen... Azt nem tudom, hogy belül lenne valamit, meg lehetne nézni, milyen aranyos a föld, a szél kakas, ami nem kakas, hanem egy szamáron ülő emberke. Na, megpróbál megmutatni még egyszer kicsit közelebbről, tehát egy szamáron ülő emberke. Az a furcsaság az egészben, hogy ez így le van lakatolva, mármint hogy nem működik, nem pörög a pörgentyűje, mert hogyha elnézünk arra, ott meg vadul pörögnek a 28. századi malmuk, igaz, hogy nem búzát teker, hanem szelet, áramot termel, ez meg csak itt megmaradt, hát egy ilyen emléknek, hogy így néztek ki régen. Azért megnézném belülről, hogy néz ki, teszek itt egy kört, hát ide mi van kírva, semmi. Nincs semmiféle információ erről a malomról, hogy mikor épült, mikori lehet, ki építette, mit csináltak vele, szóval semmiféle információ nincsen sajnos róla, vagyis én nem találtam. Satszoljátok meg, hogy kb. Ez mikori lehet ez a malom.
De tök aranyos, hogy így megtartották, és megmaradt fa a szerkezete, tehát fa cserepeket csináltak, ami nem cserép, tehát fa lemezekből van a teteje. Csak mint érdekesség. Hát az ablakok ki vannak cserélve, az látszik, az nem régi. Na, ennyi akkor gyerekek. A Mollumról. Jó, mi? Kicsit fúj a szél. Azért csinálok egy ilyet is, hogy lássátok, hogy tényleg én csinálom a képeket, tehát itt a malom mellettem, ott, mögöttem. De hogy öttöm meg. De vicces a szél. Hát megint meg kellett állnom ebben a francia, és ez most nem kisváros. Auxerre a városnak a neve. Bemegyünk a belvárosba, jó? Van időm, megsétáltatjuk magunkat, illetve csinálok egy-két képet, felvételt nektek, hogy lássátok milyen egy régi, híres francia város. Auxerre. Ez a kapu, ami most következik, ez a belvárost védő falaknak a kapuja volt, ami itt maradt. Az órája, az a különlegesség, hogy az 1600-as évek óta mutatja az időt.
Na most következzen a Szent Etienne katedrális. Az 5. században Szent Amator sírja fölé emeltek egy templomot. 1215-től 1400-ig épült a templom. A katedrális különlegessége egy festmény, ami belül található Krisztus ábrázolja lóháton. Ez az egyetlen ilyen festmény, nincs több belőle. Azért elég brutális ez a képzőművészeti alkotás, ami itt van a fejem fölött. Itt látszik a templomnak az egyik bejárat vagy kapuja. Sajnos tiszta, galamszar minden, de az az érdekes, hogy vannak a szobrok, és egy csomó szobornak a feje az hiányzik, nincsen meg. Leestek az évek folyamán, vagy nem tudom, de nem is pótolják. Úgyhogy látszik itt is, hogy elvitték haza az emberek, ellopták, én nem tudom, de nincsen fejük. Látod, itt is látszik a fejnélküliek. És figyelj, onnan meg azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6 valami hiányzik. Az biztos, hogy ott volt valami, de most nincsen. Lehet, hogy restaurálás alatt van. Kényelmetlen volt ez a szék. Figyelj, itt van Jeanne d'Arc. Megtaláltam. Titkos lejáró, oda nézd, milyen régi ajtóbakker. Az nagyon durva. Milyen jól néz ki, bakker. Oda nézd. Titkos pince.
per Christum Domi, non nostrum perché maiestatem tuam laudant ange. Az 1570-es években épült ez a pad sor, ami itt található. Itt van írva, hogy a 16. században kreálták. Én most föllépek ide a kis lábammal, és megfogdosom. Ez azért nagyon durvám, sőt, le is ülök ide most, hogy hát azért nem minden nap ül az ember ilyen régi fán, bakker. Nagyon durva. Ha ezek a fák mesélni tudnának, az akkor sok mindent el tudna mondani, mi? Csináltak ilyet, figyeld. Le lehet hajtani. Ez a 42-es páholy. No, hát túl vagyunk ugye akkor a katedrálison, nekem nagyon tetszett, bírom, mondom, tehát nem a vallás miatt, hanem az építészet miatt, meg hogy hát igen régóta itt állnak ezek a falak, és őrzik a titkokat, ezért én nagyon szeretek benne sétálni, illetve megérinteni, nagyon tetszett, úgyhogy most megyünk tovább, keresünk egy másikat, van még látványosság arra is például. Ja, egy biztos, az nem sikerült megtalálnom ezt a festményt, amin Jézus a lovon ül, úgyhogy nem tudom ezt hol lehet megtalálni vagy meglelni. Nekem nem sikerült. Hát ezért bődületes ez a katedrális, nagyon durva. Előttem van a tenger. Ha arra elnézünk, arra van Anglia, erre a Franciaország és a La Manche csatorna, és ha elnézünk jobbra, arra meg Hollandia van mellettünk, úgyhogy én így középtávon vagyok valahol az északi tengeren, nagyon haragos, nagyon csúnya a víz, hideg van. Na, gyerekek, gyakorlatilag a világító tornyot, ami itt van mögöttem, azt kiúszhatjuk, kipipálhatjuk, megnéztük. Éjtede!